Szóval kiderült, hogy nem találtunk semmiféle olyan verset, amit meg lehetett volna zenésíteni, úgyhogy jobb hiány. Szentgyörgyvári Péter tollából következik egy tudósítás Egerből. Szigorúan illusztrálva. Nagyon régen történt, 1552-ben, mikor még Dobó István hadnagy volt az Úr Egerben. A vár előtti réten gyűltek a nagy hadak, ők voltak a törökök, szemüvegesek, de azért nagyon vadak. De a magyar ember nem ijedős, ellenállt keményen, és a csata közben a borát itta serényen. Ettől lett tüzes, erős, legyőzhetetlen bátor, és ettől kezdett el ritkulni a nagy török tábor. Megállnak is török, a fejeden egy üveg borsz egy török, kis hazám nem kerülhet veszélybe. A borom is a vére adom érte. Mit iszik ez a magyar? A hatodik reggelen már őrjöngött a pasa. Mi az a lötty, amit vedel a hitetlen kutya? Hiszen ezért nem tudunk mi győzni. Gyere, Jusszuf fiam, osonyál be a várba. Nézd már meg, légy szó, hogy mi van. Jusszuf meg is tette, és amit ott látott, attól vérnyomása az egekben mászott, mert a hazafiai leöltek vacsira egy nagy bikafélét, és miközben készítették, iszogatták vérét. Megállj, nem menekülsz, török, a fejedben egy üvegborci török, kis hazám nem kerülhet veszélybe, a borom és a vérem adom érte. Na most. Tudni kell az Jusszufról, hogy sosem látott még bor. Ezért hitte azt, hogy amit a magyarok ittak, vér volt. Lihegte a pasának, szerencsére nekem felsőfokon van törökből ez azt jelenti. Uram, a magyarok vért ivának! Pucolt is a török, hűt helye lett a nagy seregnek, és azóta hívják Egerben a bort bikavérnek. Muzsek Zsófia, RTL Klub, Komló. Hát ez az André. Az a tévében. Ja, tényleg, ott láttam, ja. Húha, kinőtt a haja. Ez meg a izé, tudod ki? Ez meg az a kalapos. Ja. Ez a Nikolászos. Jaj. Akkor inkább legyen. Vége! Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Jaj, nagyon kedvesek, köszönjük szépen. Ha már is szóba jöttek ezek a tehetségkutatók, van egy történetünk ezzel, amit mindig szeretünk szívesen megosztani. Kb. Most már 3 éve történt, hogy telefonáltak az RTL klubba, hogy gyerekek, gyertek föl, mert énekelni kell. Mi meg aztán mentünk, mert nem ellenségünk a kamera, fölértünk csütörtökön 6:10-re, oda jön a szerkesztőasszony, azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt vagytok. 6:30-ra jön a Takács Nikolász, be kéne őt jelenteni élőben egy dallal. Mondtuk, hogy oké. De ki az a Takács Nikolász? Mert amikor ő égi üstökösként szombaton feltűnt, akkor mi éppen Tiszafüreden énekeltünk, úgyhogy nem láttuk a műsort. De aztán azt mondta a szerkesztőasszony, hogy itt sokan énekelték a műsorban a Halleluja című dalocskát, igen hamiskása. Már annyira hamis volt a dolog, hogy majdnem összeomlott az egész csatorna. De aztán jött a Nikolász, belibben szép kalapjával, és leénekelte a házat, megmentette a bulit. Na most ennyi információnk volt, meg 20 percünk az élő műsorig, és hát összeraktunk egy kis dalt, egy kis szöveggel, és úgy jelentettük be élőbe Takács Nikolászt az RTL klubon, mint ahogy most fogjuk, és tetszett neki. Érdekes. Megint botrány lesz belőle, de mi? Ott se volt. És volt csak úgy illetve vagyok.